Augusztus 15-én már 5. alkalommal rendezték meg Poroszlóna Csőröge Fesztivált. A Szabadstrand mellett lebonyolított eseményen a Poroszló Turizmusáért Egyesület tagjai 4500 darab csőrögét készítettek el 2000 vendég számára. Az idén már 5. alkalommal rendezték meg Poroszlón a Szabadstrand melletti területen a népszerű Csőröge Fesztivált. Délután az X-faktorból ismert Horváth Krisztián lépett fel, de más szórakozást is kínált a helyszín. Lehetett fürödni, meglátogatni a vízisétányt, volt henna és arcfestés, pónilovaglás, a kicsiknek ugrálóvár. Este fellépett Fenyő Miklós, aztán pedig retro diszkóval zárták a napot. Déltől az Egyesület 25 tagja gyúrta, nyújtotta, sütötte a látványkonyhában a közel 4500 darab helyi recept alapján készült finomságot. Amikor kisültek a ropogós csörögék, 3 darab került egy tálcára, s mellé lehetett válogatni a saját készítésű barack, szilva, birs vagy megylekvárból. A Poroszló Turizmusáért Egyesület elnöke, Sándorné Zsoldos Ágnes elmondta, hogy ehhez a mennyiséghez 28 kg lisztet, 500 tojást, 15 vödör tejfölt, 20 liter olajat használtak föl. Az elvégzett munka jutalmaként az Egyesület tagjait gulyáslevessel vendégelték meg. A csöröge árusításból befolyt összegből részt vesznek majd a térségi gasztronómiai rendezvényeken, Gyöngyösön a gulyásfőző, Tiszafüreden a halfőző, Makláron a kakasfőző versenyen. Az Egyesület a helyi rendezvényeknek is aktív résztvevője. Az ősz egyik kedvenc eseménye lesz az októberi kemencés napok, ahol sokféle helyi fűszerezésű finom étellel várják az ide látogató ínyenceket. Shook in the-